Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Rossz Andor, a Mazsi Hisz elnöke és a Páva utcai Múzeum és Dokumentációs Központ kuratóriumának az elnöke. Professzor úr, szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy ezekben a nehéz időkben is elfogadta a meghívásunkat. A Herceg-Tivadar téren, a Dohány utcai központi zsinagóga előtt egy nagyon érdekes megemlékezés és táblaavatás volt. Avasson be minket, mi ez? Október 7-én a zsidóság egyik legfontosabb ünnepén, annak kimenetelőkor Magyarországon értesültünk arról, hogy egy bestiális terrortámadás érte Izraelt, Izrael országát, és azon belül is Izraelnek a polgári lakosságát. Erre válaszul Izrael a mindenki számára ismert lépéseket megteszi. Elraboltak több mint 200 embert, és a 200, több mint 200 ember, majdnem 250 ember lett többek között ennek a rablásnak az áldozata, akiknek a felét visszaszolgáltatták, szabadon bocsátották, a másik fele jelen pillanatban is a gázai terroristáknak a rabságában van. Nem tudjuk, hogy élnek, nem élnek, de mindenképpen úgy gondoljuk, hogy 3 hónap eltelt, ezeket az embereket nem lett volna szabad ilyen mocskos módon elrabolni, rátámadni közösségekre, és úgy gondoljuk, hogy már réges-rég szabadon kellett volna bocsátani ebben a szituációban. És a helyszínen 1200 izraeli állampolgár gyilkoltak meg. Így van. Kapcsolatban állunk többek között az egyik legtöbbet szenvedett kibuccal, a Beri kibuccal, ami 3 kilométerre van az izraeli gázai határtól. Az 1200 emberből 600 embert megöltek, vagy fogságba ejtettek, és pontosan tudjuk azt, hogy a lakosság hogyan szenved mind a mai napig ettől a terrortámadástól. Erre szerettük volna felhívni a társadalom figyelmét, akár a külföldi társadalom figyelmét, akár a magyarországi társadalom figyelmét. Hát ez egy nagyon értékes döntés volt, hisz Európában éppen a palesztinok mellett tüntetnek, és a zsidók ellen, az izraeli polgárok ellen, úgyhogy ez egy különleges alkalom volt, hogy felemelték a szavukat. A Hágai Nemzetközi Bíróság napokon belül elkezdi a tárgyalásokat. Elnézést, Dél-Afrika följelentette Izraelt az emberiség ellen elkövetett büntettekért, figyelmen kívül hagyva azt, hogy annak idején 6 millió zsidót gyilkoltak meg, és nem Izrael gyilkol, hanem zsidókat gyilkoltak akkor meg, mint ahogy most is nagyon sok izraeli és nem izraeli zsidó, akik ott voltak és keresztények életüket vesztették ebbe a terrortámadásba. Mi a véleménye erről? Hágában van két ilyen nemzetközi bíróság is, és nagyon érdekes, hogy Benjamin Netanyahu, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, előtte való éjszaka kinevezte Izrael volt főbíróját, akivel általában ő nem értett egyet, mégis ő a legmegfelelőbb erre, hogy Hágába elküldje, és fölbéreltek egy nagyon híres, nagyon jó nevű idős angol urat, ügyvédet, hogy ő támogassa meg az izraeli jogi képviseletet Hágába. Én egy kicsit messzebbről indulnak. Ön említette a 6 millió zsidót, akit megöltek 80 évvel ezelőtt, durván 80 évvel ezelőtt. Ebből a 6 millió zsidóból körülbelül 450-500 ezer volt a magyarországi zsidóknak a száma, ezért mi különösen érzékenyek vagyunk mindarra, ami történik a zsidóság ellen, ami történik Izraellel szemben. Jelen pillanatban folyik egy háború a terroristák és Izrael állama között. A háború
az egy olyan dolog az emberiség életében, amely áldozatokkal jár. Mind a két oldal. Mi sajnáljuk mind a két oldalt, az áldozatokat, és én úgy gondolom, hogy a humánum ezt megköveteli. Izrael nem egy nép ellen, hanem egy népből származó terroristák ellen folytatja a háborúját. Nyilvánvaló ennek több összetevője van. Ön említette előbb azt, hogy ahogy telik az idő, úgy egyre nagyobb a pro-palesztina melletti kiállás a nyugati világban. A nyugati világban elfelejtik többek között az Amerikai Egyesült Államokban és Nyugat-Európában azok, akik tüntetnek Izrael ellen, hogy mi történt szeptember 11-én New Yorkban több mint két évtizeddel ezelőtt. Pedig korai még azt, hogy elfelejtsék, hisz akkor döbbentek rá, hogy ők sem védtelenek. Így van, de úgy látszik felnőtt egy új generáció, amely hajlamos vagy nem tudomást venni erről, vagy elfelejteni mindazt, ami történt akkor New Yorkban két évtizeddel ezelőtt. Akkor is értelmetlen volt ez a fajta megnyilvánulása egyes csoportoknak, egyes terrorista csoportoknak, egyes szélsőséges iszlám csoportoknak, hogy miért kellett védtelen, békés embereket békeidőben így módon lemészárolni, mert az is egy mészárlás volt. Én úgy gondolom, hogy azok a tízezrek, százrek, akik tüntetnek azért, hogy milyen formában ítéljék meg Izraelt, és milyen formában ítéljék meg a palesztin oldalt, azok nem gondolják át azt, hogy mi is történt az említett történelmi időkben. Tehát mi történt 80 évvel ezelőtt, mi történt két évtizeddel ezelőtt. A háborúban mindenki veszít, de úgy gondolom, hogy arra kellene törekedni, hogy békés megoldás legyen. Gondoljunk arra, hogy 80 évvel ezelőtt, 79 évvel ezelőtt, amikor a szövetségesek győztek a II. Világháború végén, akkor is arra törekedtek, hogy csirájában folytsák el, és a helybe folytsák el mindazt, ami oda vezetett. A nácizmust, a náci vezéreket, nácizmusnak a központi alakját, Hitlert és tettes társait. Nem akarok történelmi párhuzamot vonni, de el kellene gondolkodni azon, hogy Izrael pontosan azt akarja jelen pillanatban, hogy ne történhessen meg még egy ilyen terrorista támadás az ország ellen. És még egyet, jó lenne, ha mindenki elgondolkodna, én tegnap a beszédemben elmondtam, hogy itt nem csak Izrael és a terroristák között megy a háború, hanem és nem csak azért... A terroristák és a keresztény világ. A terroristák és a keresztény, a civilizált keresztény világ ellen folyik ez a háború, de ha kiszélesítjük, akkor a normális módon élni akaró világ és a terroristák között. A terroristákat mi nem azonosítjuk a palesztin néppel. Ez egy két különböző dolog. Annál is inkább, mert Izrael akkor, amikor a Hamasszal leszámolt tulajdonképpen, a Gáza lakosság sanyargatóival, akik puskatussal kényszerítik őrájuk szavazni, és nyomorba taszították őket. Tehát tulajdonképpen Izrael a jellegi akciójával felszabadítja Gáza lakosságát, az ott lévő palesztinokat. Az izraeli televízió egyik szakkommentátor azt mondta, hogy a palesztinok mellett való tüntetéseken, hogyha alaposabban megnézzük például Angliába, vagy szerte Nyugat-Európába, akkor fel lehet ismerni arcokat, bizonyos szervezetek képviselőit, akik erre egy autóstoppot, egy trepmet vettek, a radikális baloldal képviseltette magát, semmi bajom a baloldallal, de ők is minden radikális ilyenkor kihasznál minden lehetőséget. Úgyhogy nagyon sokan valami egész másért tüntettek, csak ez volt a lehetőség, aholva be tudtak csatlakozni. Én úgy gondolom, mint ahogy tegnap is elhangzott ez a beszédekben, hogy itt nem lehet baloldal és jobb oldal. Itt a normalitás, az abnormalitással harcol,
azért, hogy normalitás maradjon ebben a világban, ezen a földrészen, a világ különböző részein, és ne az abnormalitás győzzön. Professzor úr, ön a székfoglaló beszédében arról beszélt, az éjszaka folyamán beolvastam magamat, hogy mindent meg fog tenni, hogy a mazsihisz ne egy politikai szervezet legyen, és mint mindig, ahogy írva vagyon, a befogadott zsidó közösség a helyszínen lévő kormányzattal jó kapcsolatokat ápoljon. Igen. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy ne maradjon az amerikai úti szeretett kórház egy torzó. Igen. Múlnak a hónapok, és szeptember óta az építkezés áll, és így a kórház nem fogja tudni ellátni azt a hiányzó 70 ágyat, ami még nincs befejezve, és ezzel nem csak a zsidóság, hanem az egész nemzet veszít, hisz egy 21. századi modern kórház marad építkezés kellős közepén. Mit tud erről mondani? Ez egy nagy gondunk. Tudtuk azt, hogyha elfogy a pénz és le kell állni az építkezéssel, az hátráltatja egyrészt a betegellátást, másrészt az általunk megcélzott teendők, fontos teendők közül késést szenved mindez, amit célul tűztünk ki. Ezért folyamatosan kapcsolatban voltunk és vagyunk a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy a kormány segítsen ebbe nekünk. El kell mondanom, hogy december folyamán mind a Korszeretett Kórházzal kapcsolatosan, mind pedig a Rabbi Képző Zsidó Egyetem felújításával kapcsolatosan nem csak tárgyalások folytak, hanem effektív lépések, a helyzet felmérése, és ennek érdekében adminisztratíve előkészítették az illetékes minisztérium, az építési és közlekedési minisztérium szakemberei előkészítették azt a kormányhatározatot, amely a kormány asztalán van, a szeretett kórház vonatkozásában. Mi érdeklődéssel várjuk és türelemmel várjuk, ugyanakkor jeleznénk azt, hogy szükség lenne arra a döntésre, amely lehetővé teszi azt, hogy befejezzük a kórháznak a rekonstrukcióját. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt, köszönöm, és mielőbb visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában professzor dr. Grosz Andor, a mazsihisz elnöke, és a Páva utcai Múzeum és Dokumentációs Központ kuratóriumának elnöke volt stúdiónk vendége. Előzetesek is jövünk vissza, tartsanak velünk!